Köszöntöm a kedves hallgatókat augusztus 26-án hétfőn délelőtt. A következő beszélgetést tegnap este rögzítettük Sárközi Miklóssal, iranistával, történésszel, akit az iráni és Izrael között húzódó feszültségről kérdeztem. Vasárnap hajnalban egy megelőző csapást mért Izrael a Hezbollah terrorszervezetre. Az, hogy Irán beléphet-e ebbe a konfliktusba, illetve hogyan teheti ezt meg, és milyen céljai vannak, erről is kérdeztem szakértő vendégünket. Illetve megkérdeztem azt is, hogy miért Szijjártó Péteren keresztül üzente meg az iráni vezetés az 3 héttel ezelőtt, hogy Izraelt meg fogja támadni. Ez a támadás miért maradt el, és mire számítanak a következő napokban, hetekben az izraeliek, illetve az irániak ebben a konfliktusban? Napvilágra került az is hetekkel ezelőtt, hogy iráni hekkerek megpróbálják befolyásolni az amerikai elnök választást, most már nem csak republikánus, hanem demokrata oldalon is. Tisztviselőknek, képviselőknek törték fel az online fiókjait, ezzel kapcsolatban is meg fogom kérdezni szakértő vendégünket, hogy miért teszik ezt, mi a cél, egyáltalán igazak-e ezek a hírek. Mielőtt pedig elindulna ez a beszélgetés, még hadd mondjak köszönetet mindazoknak, akik feliratkoztak eddig a csatornánkra, 52,5 ezeren vagyunk. Akik még nem tették meg, de szívesen követik tartalmainkat, köszönjük, ha ők is megteszik, a csengőgomb megnyomásával egyébként értesítéseket is kaphatnak a tartalmakról, most pedig következzen Sárközi Miklóssal való beszélgetésünk. Jó estét kívánok! Köszöntöm a hallgatókat! Mi itt vasárnap este beszélgetünk, ezt a hallgatók egyébként hétfő reggel fogják majd hallani, azért is köszöntünk jó estéttel, és hát a mai eseményekről is kérdezném, tehát a vasárnap hajnali eseményekről is, ugyanis Izrael egy megelőző csapást mért a Hezbollah terrorszervezetre Libanonban, aki aztán erre válaszolt is, és hát hogyan ide a képbe ugye Irán, vagy miért egy iránistától kérdezek ezzel az üggyel kapcsolatban, hát azért, mert itt iráni proxiként van apostrofálva a Hezbollah terrorszervezet, és az, ami történik Izrael és a Hezbollah között, nem érthető talán meg Irán nélkül sem, és az lenne az első kérdésem, hogy hol látja ebben Iránt most jelenleg ebben a konfliktusban? Én úgy gondolom, hogy Irán visszahúzódott attól, hogy közvetlenül álljon bosszút Izraelen, Ismail Haniyeh meggyilkolásáért. Irán szerepe a Hezbollah létezésében vita felett áll, 1980-as évek eleje óta így van. Én azt hiszem, hogy valójában egyelőre az iráni kommentárok a sajtóban egyelőre még csak a Hezbollah hivatalos kommunikéjének a perzsa fordításaiból állnak. Ugyanakkor azt is látjuk már, hogy ugye hogy Izrael Homs és Hama környékén, tehát Szíriában olyan bázisokat is támadott, vagy csapást mért, amelyek az iráni forradalmi gárdához kötődnek. Tehát az iráni forradalmi gárda tanácsadói, kiképzői, katonai figurái továbbra is jelen vannak Szíriában, és továbbra is jelen vannak Libanonban. Azaz, ha úgy semmi nem változott, minden a régiben megy, tehát Irán szerintem óvakodik átlépni azt a vörös vonalat újra, amit áprilisban az izrael-iráni mini háború idején átlépett, megelégszik a proxiai befolyásának és tevékenységének a támogatásával, lásd Hezbollah, ez már önmagában jelentős súlyt azonban Iránnak a Közel-Keleten. Én is így látom, és a mai események sem változtatták meg a véleményemet. A Szíria azért érdekes, mert itt a mini háborúként emlegetett esemény sorozat, amiről egyébként önnel is beszélgettünk annó, az éppen egy ilyen esemény után robbant ki, amikor is Szíriában bombázott Izrael, valószínűleg Izrael egyébként, aki nem tudom azóta, ön tud-e új hírt, de mintha még azt nem ismerte volna el hivatalosan, viszont mindenki neki tulajdonította ezeket a bombázásokat, és ezután történt, vagy eszkalálódott úgymond Iránnal szemben a helyzet. Tehát most, hogyha az iráni forradalmi gárdának az állásait vagy bázisait is lövik, akkor nem félő, hogy ugyanez a forgatókönyv valósul meg? Ott azért volt egy nagy különbség, tehát az áprilisi eseményeknél a damaszkuszi iráni konzulátust érte az izraeli csapás,
Tehát ugye Irán ott azért tevezzük úgy, haragudott meg jobban az átlagosnál Izraelre, mert a diplomáciai immunitását, tehát nem katonai létesítményt lőttek ott az izraeliek, hanem az iráni, Damaszkusz iráni konzulátuson tartózkodó, magasrangú forradalmi gárdatábornokot ölték meg, és itt Irán ugye azt akarta megtorolni, hogy ugye az ő diplomáciai területére, diplomáciai épületét rombolták le az izraeli rakéták. Ehhez képest a mostani támadásban Izrael ilyet nem követett el. Itt a forradalmi gárdához köthető bázisok, kiképzőközpontok, fegyverraktárak voltak a célpontok. Ilyenek voltak már a múltban és az elmúlt években is, tehát itt azért nem tudnám összehasonlítani a két eseményt e szempontból. Én úgy gondolom, hogy jelen pillanatban nincs olyan iráni diplomáciai épület, amelyet az elmúlt órákban Izrael csapásért. Világos, és köszönöm szépen, hogy ezt a két esemény között akkor ezt a különbséget meghúzta, megvonta. Fennálló feszült helyzet mégis milyen károkkal jár egyébként akár Izrael, akár Irán számára, de nézhetjük akkor most az iráni szempontokat. Azt lehetett olvasni az elmúlt időszakban, hogy például a légi közlekedés területén próbálták a kereskedelmi gépek is elkerülni ezeket a légtereket, és megnőtt például az Afganisztánon, vagy az Afganisztán légterét használó repülőgépeknek a száma. Most nyilván ez egy adat, de gondolom, hogy akár a gazdaságra való, vagy egyéb más kereskedelmi dolgokat érintő eseményeket is befolyásolhat ez a feszültség. Egyértelműen azt látom, hogy sem Irán és sem Izrael nem akar nagy és hosszú háborút. Ettől persze még kipattanhat egy háború, még mindig szerintem nem teljesen hűltek le a kedélyek, de a pár héttel ezelőtti, még az augusztus első hetének az állapotához képest azt hiszem, főleg az irániak, de az izraeliek is kevésbé kalkulálnak egy közvetlen iráni-izraeli összecsapással. Természetesen bármilyenfajta feszültség vagy retorikai fenyegetőzés az elbizonytalanítja a nemzetközi közösséget, a kereskedelmi járatokat, repülőjáratokat, és ezek a légitársaságok nyilvánvalóan továbbra is árgus szemmel figyelik az eseményeket, és az iráni légtérből, vagy az izraeli légtérből ideig, óráig kivont légijáratok, ugye ezt tükrözik. Tehát nyilván ha majd a feszültség jobban csökken, akkor nyilván visszatérnek. Viszont összességében nyilván összességében azt látom, az iráni állam mind retorikailag, mind pedig katonailag óvatosabb politikára váltott, hiszen az augusztus elejé rendkívüli feszültség, amikor valóban a levegőben lógott egy izrael-iráni összecsapás az Ismail Haniye megölése óta, után, akkor ugye senki nem tudta, hogy mi fog itt történni. Iránban még egy leköszönő kormány volt hatalmon, és hát ugye a fenyegetőzések a legmagasabb szintről hangzottak el. Most viszont, azóta viszont olyan, szerintem ezt azért nyugodtan elmondhatjuk, olyan főleg amerikai katonai nyomás és erődemonstráció kezdődött a Közel-Keleten, tengeren és levegőben, amelynek hatására, és ezen kívül titkos diplomáciai csatornákon eljutott üzenetek hatására, szerintem az iráni politikai vezetés még azoknak a legradikálisabb elemei, mint például a forradalmi gárdának a legmilitánsabb csoportja is fölmérték, hogy bármiféle kalandorakció Izrael ellen, vagy bosszúálló akció, az nagyon súlyos következményekkel járna a mostani iráni politikai rendszer számára. Ne feledjük, éppen egy kormányalakítási elnökválasztás utáni állapot volt, ahol maga Pezeskian kérte az iráni elnök, ugye Khameneit, hogy álljon el a közvetlen katonai támadástól. Ez végül megtörtént, de ennek kevésbé volt szerintem közel az iráni politikai vezetők verbális aktusaihoz, vagy gondolataihoz. Inkább arról volt szó, hogy olyan nemzetközi nyomás alá helyezték az amerikaiak, és valamint azt is tegyük hozzá, hogy szerintem a putyini Oroszország sem akarta a háború eszkalációját. Ne feledjük, ugye Szergej Sojgu volt orosz hadügyminiszter
most éppen Putyin, Vladimir Putyin külön megbizotja, hogy hirtelen fölbukkant Teheránban augusztus elején, amely valószínűleg azt a cél szolgálta, hogy az irániakat visszafogják egy izraeli közvetlen támadástól. Ettől természetesen ugye még ugye a veszély nem múlt el. Nekem az az összességében a véleményem, hogy Irán ahhoz a régi módszerhez folyamodik, hogy a bosszú címén a Iszmail Hánie megöléséért a bosszú állást azt rábízza a proxiaira. Ezzel ugye két lejet üt egy csapással, kielégíti a nyugatellenes vagy izraelis radikálisok igényeit Iránon belül, meg az arab proxiknak az igényeit, vagy a palesztin radikálisok igényeit, hogy mégiscsak van válasz. Másról azonban nemzetközi jogilag nem Irán a résztvevője a konfliktusnak, hanem a Hezbollah. Ezáltal az eszkaláció lehetősége egy fokkal lejjebb kapcsolt, mert jogilag Irán vagy katonai Irán közvetlenül nem, vagy éppen, hogy csak alig vesz részt ebben a konfliktusban. Ez érthető, amit elmagyarázott, de ezt hogy lehet a társadalom felé például Iránban kommunikálni, azok után a nagyon határozott, nagyon mondhatnánk talán azt is, hogy durva kijelentések után, amit itt Hanie megölése után tettek az iráni vezetők? Az iráni társadalomnak ugye egy része nyilván nyugatellenes, egy része viszont nem nyugatellenes. Egy része Izrael ellenes, más részét tulajdonképpen nem foglalkoztatja napi szinten azt, hogy éppen Izraelben mi van, vagy éppen örül annak, hogy egy kicsivel több vagy kevesebb fizetése van. Itt a lényeg azt szerintem, hogy most lépett ugye munkába, most alakult meg a 14. iráni kormány, amelynek a megalakulása körüli viták kötötték le szerintem az iráni társadalom nagy részének a figyelmét az elmúlt hetekben. Hogy a Ebrahim Raisi váratlan ugye, halála a helikopter baleset óta egy olyan lehetőséget adott a kissi enervált és elfásult iráni reformistáknak, amelyet ilyen égből potyan mannaként kaphattak meg, vagyis sikerült megválasztatniuk, így vagy úgy, de sikerült megválasztatniuk a reformjelöltet, és inkább az iráni lakosság többsége szerintem azt figyelte, hogy Pezeskian miféle kormányt képes alakítani, mennyire képes a saját ígéreteit beváltani, az internet nagyobb szabadságára, a nők jogainak a javítására, az életszínvonal javítására, vagy külpolitikailag a nyitás politikájának az elindítására. Tehát ezek mind párhuzamosan zajlanak a mostani bajnai Hezbollah akcióval. Szerintem az iráni közvélemény többsége ezt figyeli, ugye most Iránban egy úgynevezett egységkormány alakult. Ez magyarul lefordítva azt jelenti, hogy Pezeskian nem tudta teljes mértékben átvinni a saját jelöltjeit Hamenejnél, bizonyos pontokon igen, más helyeken viszont például van olyan miniszter is, aki ugye tovább folytatja a Raisi kormányból a miniszterségét, meg vannak kifejezetten konzervatív figurák is az iráni kormányban, tehát szerintem az iráni közvélemény most jelen pillanatban ez jobban, talán jobban leköti, mint mondjuk az Izraellel fönnálló a konfliktus. Ez a személyes véleményem. Biztonságpolitikai szakértők egy része úgy gondolja, hogy Izraelnek muszáj lesz előbb-utóbb lépnie a Hezbollahkal szemben, ugyanis minél tovább vár, annál több fegyvert tud felhalmozni, annál nagyobb fenyegetettséggel kell majd szembenéznie. Ön hogyan látja ezt a helyzetet, ha egy komolyabb háború kialakul Izrael és a Libanonban lévő Hezbollah között? Abba Irán hogyan kaphat szerepet, hogyan vállal szerepet? Ha közvetlenül nem, akkor ez mit jelent az iráni gazdaságra ráterhelve fogják támogatni például a Hezbollah-t? Ez egy nagyon komplex és nagyon jó kérdés, de nagyon nehéz kérdés is. Tehát azt mondjuk ki őszintén, Észak-Izraelben, a libanoni határsávban áldatlan állapotok vannak. Ki van telepítve ott ugye már hosszú hónapok óta, nagyjából mennyi 80-100 ezer ember? Meg akik ott is maradtak, ugye azoknak is ugye az életük az az óvóhely körül mozog, de a normális életnek elég kevés lehetősége van, és ez nyilvánvalóan irritálja az izraeli közvéleményt, hogy miközben ugye Gázában zajlik egy konfliktus, addig a Hezbollah ugye tulajdonképpen rendszeresen fönntart egy ilyen közepes erősségi konfliktust, az azt jelenti, hogy a korábbinál intenzívebben támadja Észak-Izraelt, de még támadhat, de folyamatosan a Hezbollah időről időt az Izrael tudomására hozza,
hogy ugye támadhatná jobban is. Hát én azt hiszem, hogy ugye ez egy nagyon súlyos konfliktus. Most az a kérdés szerintem, hogy a mostani mai események fényében az izraeli kormány, a Netanyahu kormány jobban ráfordul-e a Libanonra. Ennek vannak jelei, hogy ugye Netanyahu is kijelentette, hogy ezzel még nem ért véget a mostani dolog, mert a Hezbollah mai állásainak a bombázása, mint hogy ugye a másik oldal is, persze Nasrallah is kijelentette, hogy ők sem fejezik be a mai akciót, tehát egyértelműen ott most a helyzet vagy eszkaláció lesz lokális szinten Izrael és Libanon között, vagy Izrael szerintem, vagy Izrael esetleg egy nagyobb szabású katonai akcióba kezd, elszánja magát arra, amit már hosszú hónapok óta rebesgettek, vagy amit Yoav Gallant, izraeli hadügyminiszter, bocsánat, még májusban, vagy június elején forró nyarat ígért a Hezbollahnak. De lehet, hogy ez a forró nyár most jött el. Az biztos, hogy a következő napok történései alapvetően meg fogják ezt határozni, ugyanis ugye az átlagnál sokkal súlyosabb Hezbollah támadásnak ugye a tervei szivárogtak ki hajnalban, vagy ez volt az oka, amiért Izrael ugye egy megelőző csapást mért. Na most az a kérdés, hogy ez a megelőző csapás mennyire vette el a Hezbollah képességeit, és mennyire vette el a Hezbollahnak a kedvét, vagy az ambícióit. Retorikailag semmiképpen sem. Képesek voltak így is több mint 200 rakétát és tucatnyi drónt kilőni, ha jól emlékszem. Ez lehet, hogy ezt majd meg ellenőrizni kell ezt az adatot, most erre pontosan nem emlékszem. Tehát az a kérdés, hogy a két fél képes-e a nyomást növelni a másikra, illetve hogy milyen gyorsan történik mondjuk valami drámai dolog. Tehát, hogy a Hezbollah is ennek azért taktikus. Tehát minden radikalizmus ellenére szerintem a Hezbollah is taktikus. Soha nem tett a Hezbollah olyat, hogy teljesen ellőtte volna a munícióját. Folyamatosan időről időre, akár drónfelvételek publikálásával, akár, mint például pár hete civilek megtámadásával, ugye ennél a Majdal Shamsi drúz faluban, vagy kisvárosban, érzékeltette, hogy tud ő erősebbet is ugye ütni Izraelen, hogyha akar, de mégis visszahúzódott attól a kockázatos vörös vonal átlépésétől, amely adott esetben a saját pozícióit is jobban kiszolgáltatta volna Izrael akciónak. Most az a kérdés, hogy ez most a mostani mai napnak az eseményei meddig fognak tartani? Az egy nagyon idegesítő állapot Izrael szempontjából, hogy tavaly október óta, az október 7-e események óta a Hezbollah gyakorlatilag élhetetlenné tette az észak-izraeli területek jelentős részét, a mindennapi élet megbénult, a mezőgazdasági munkákat ugye nem tudják rendesen végezni, hogy a Hezbollah ilyen gyújtóbombákkal, vagy a lepotyogó drónjaival, ugye felrobbanó bombáival felgyújtja a nyári tűző forróságban a ottani mezőket, tehát a tűzoltóság össze-vissza szaladgál Észak-Izraelben. Ezek mind-mind gyakorlatilag egy ilyen alacsony szinten, vagy közepes szinten tartott konfliktusnak a részei. Most ugye voltak éppen a Hezbollah ezt el tudja adni a saját híveinek győzelemként, hogy úgymond sakban tartja Észak-Izraelt. És ez izraeli szempontból most egy bénító és frusztráló dolog. Egy olyan ellenséggel állnak szemben, amely nem nyílt regulális hadsereggel támad, hanem a korábbiaknál magasabb szintre emelt technológiai fegyverszeti szinten van ellátva. Ennek nyilván jelentős részét mondjuk iráni pénzügyi vagy katonai forrásokból nyerik. Hogy Irán ebbe beleszáll-e, az szerintem biztos, hogy jelen pillanatban nem. A jelenleg iráni, mostani friss új iráni kormány ugye ezt meghirdette, hogy van szóban a deeszkaláció világ vízióját. Ezt nem az izraeli konfliktusra értik, hanem az Európai Unióval való látványos békülésre. Meg az amerikaiakkal esetleg valamifajta szóbeli egyezkedésre, de az még homályos előttem is. Tehát itt azt látom, hogy az iráni kormánynak, ha ez a víziója, akkor a mostani kormány semmiképpen, a kormányzati szinten semmiképpen sem akarna beszállni egy ilyen háborúba. Ettől persze még a proxiai támogatása fönnmarad. A iráni szinten inkább az a kérdés, ha csak a mostani mai fellángoló izraeli Hezbollah háborút nézzük, hogy mondjuk a forradalmi gárda elkezde újra önállóan cselekedni,
az iráni kormány engedélye nélkül. Ilyenre ugyanis volt példa. A forradalmi gárda Iránban ugyanis nem mindig kéri ki az iráni kormány, vagy az iráni hadügyminiszter, vagy az iráni elnöknek az engedélyét. Gyakorlatilag ők egy állam az államban, és ők a szíriai, iraki, libanoni tevékenységüket nem az iráni kormánnyal koordinálják. Tehát a forradalmi gárdának nevezük, hogy a féken tartása az egy nagyon komoly kérdés, ugyanis a forradalmi gárda nyilván önmaga is belpolitikai tényező Iránban, és hogyha az iráni kormány ugye mondjuk passzivitást mutat, vagy deeszkalációról beszél, de attól még a forradalmi gárda simán léphet olyat, amivel beavatkozik ebbe a konfliktusba, itt a Hezbollah oldalán nyilván, másfelől pedig az iráni kormányt is tudja lökni valamilyen irányba, adott esetben radikalizálja egy-egy váratlan katonai lépéssel. Tehát én inkább ezt kérdezem, ez a kérdés, hogy mondjuk a Pezeskian, vagy mondjuk az Abbas Arakcsi, az új iráni külügyminiszter, ugye, aki látványos békülékeny gesztusokat tett, ugye Ukrajnának gratulált például a függetlensége alkalmából, a közismerten rossz ukrán-iráni viszony után, meg az Európai Uniónak udvarolt. Tehát, tehát az a kérdés, hogy a szinte állam az államban működő, állam az államban típusú szervezetként működő forradalmi gárda mennyire lesz tekintettel erre a meghirdetett új vízióra, vagy féltve a saját befolyásának a csökkenését a mostani iráni kormányban, egy külpolitikai lépéssel, például a Hezbollah oldalán, tehát valamilyen katonai lépéssel, hoz valamit, amire nem számít senki. Tehát itt vannak állami szereplők, mint ugye Izrael vagy Irán, meg vannak nem állami szereplők, mint a Hezbollah és a forradalmi gárda. Még ehhez az ügyhöz kapcsolódóan lenne egy kérdés, ami magyar szállat is tartalmaz. Hát ugye ez a 3 héttel ezelőtti eseményekből maradt még itt ránk ez az ügy, ez a téma, és kíváncsi lennék a véleményére, hogy Hania meggyilkolása után állítólag Szijjártó Péteren keresztül üzente meg az iráni rezsim Izrael számára, hogy meg akarják támadni, vagy meg fogják támadni. És diplomáciai nyelven mit jelent ez? Ilyenkor választanak egy felet, akinek mondjuk mind a két hatalommal van egyfajta beszélő viszonya, meg jó viszonya, és nem kell nagyobb jelentőséget tulajdonítani, vagy jelent ez bármi mást ezen felül? Igen, azt hiszem Magyarország ilyen szempontból egy olyan semleges szereplő ebben a mai bonyolult, blokkosodó világban, amely dicséretes. Tehát a magyar külpolitikának ugye a mostani filozófiája az az, hogy a blokkosodó, egymástól izolálódó különböző szekértáboroknak a hatásai károsak a világ működésére, és ebben meg kell lenni egy ilyen gyors hajós, vagy könnyedebb mozgású, vagy most naszád-szerű felfogásnak, hogy ha nem is értünk egyet egymással, de legalább elegyedjünk egy szóba egymással. Tehát a magyar diplomácia közismerten nagyon jó viszonyt ápol Izrael állammal. A magyar kormány nagyon kiegyensúlyozottan próbálkozik Izrael állam politikájának a józan értékelésével, tehát nem csatlakozik azokhoz a hisztérikus megállapításokhoz, amelyek ugye Izrael azonnali így vagy úgy elítélését, vagy szankcionálását ugye akarják akár az EU-n belül, vagy a világon belül. És ugyanez a magyar állam, ugyanez a magyar kormány egy jó munkakapcsolatot, vagy legalábbis jó retorikai kapcsolatot ápol az iráni iszlám köztársasággal is. Hát ennek ugye az, hogy a Szijjártó miniszter úr idén február második felében Teheránban járt, az iráni magyar gazdasági ugye, vegyes bizottságot ülésezett, keretegyezmény írtak alá, meghosszabbították. Ezek mind ugye, az azóta ugye, a balesetben elhúnyt ugye iráni volt iráni külügyminiszterrel tehát diplomáciai ugye, tárgyalásokat folytatott a Magyarország külügyminisztere. Ezek a nyilvánvaló világnézeti különbségek ellenére is azt mutatják, hogy Magyarországnak mindkét fél irányában van egy jó csatornája, egyfajta udvarias, pragmatikus felfogása, amely a szekértáborok elleni ugye, küzdelemből fakad.
Ez szerintem egy pozitívum, még hogyha egy ilyen üzenetváltásra nem is egy kellemes dolog. Tehát azt hiszem, hogy Magyarország ilyen szempontból egyfajta balanszírozó szerepet játszik. Nekem egyszer egy iráni diplomata mondta el, hogy tulajdonképpen Iránt a Magyarország jó izraeli kapcsolatai egyáltalán nem zavarják, ezt ők tudomásul veszik, egészen addig nem fogják ezt Iránban felrólni Magyarországnak, amíg az iráni-magyar kapcsolatok is jók, vagy az átlag EU-s kapcsolatoknál jobbak. Tehát, hogy ne felejtjük el, hogy Szijjártó miniszter úr volt az egyetlen EU-s külügyminiszter, aki ezekben a hónapokban Teheránban járt. Tehát ezért ez egy nagy különbség. Az, hogy ezért Irán Magyarországot választotta egyfajta kommunikációs csatornaként, ezt egyáltalán nem zárom ki. Mert amíg Irán és Magyarország között van egy beszélő viszony, addig az irániak szemében Magyarországnak van egyfajta, nevezzük úgy, respektje, annak ellenére, hogy kis országról vagyunk szó, vagy legalábbis Magyarország nem középhatalom mondjuk Iránhoz képest. Egy utolsó hírünk van még, amit szeretnék önnek itt felvetni még hozzá az amerikai elnök választásokkal kapcsolatban. Szinte minden héten jelenik meg egy-két olyan cikk, amely arról szól, hogy hackerek hogyan, miként törik fel például Trump stábjában a levelezést, illetve most egy olyan friss hír is napvilágot látott, miszerint nem csak a Trump stábját, hanem a demokratákhoz köthető tisztviselőket, képviselőknek a WhatsApp fiókját, Facebookját is esetleg feltörhették iráni hackerek, és volt nálam olyan vendég, aki azt mondta, hogy hát most Iránt így divatos egy picit mindent rákenni, úgymond, és a rossz fiú szerepében láttatni őt, és ezért jelennek meg ezek a cikkek. Van egyébként ennek valóság alapja, realitás alapja, és ha igen, akkor mi ezzel a cél? Én azt gondolom, hogy közismert az, hogy Iránnak fejlett a cyber hadserege. Cyber hadsereg egy részét hackerek képezik. Tehát Irán barát hackerek. Én nem vagyok persze az online hadviselés szakértője, de ez, hogy ebben a témakörben Irán aktív, és fölismerte azt, hogy a közösségi médiában, vagy egyáltalán az online hadviselésben is legalább annyira kell fejlődni, mint más fegyvernemekben. Ez már 4 éve is így volt. Tehát a 4 évvel ezelőtti amerikai elnökválasztási folyamatban is revesgették emlékeim szerint azt, hogy Irán barát hacker csoportok aktivizálódtak, vagy feltöltek oldalakat. Ez nem újdonság, tehát például a forradalmi gárda annak idején, még a Kasszem Szolejmani alatt megtámadta online a Sheldon Adelson amerikai zsidó milliárdos üzletember, közismert izrael barát személyiségnek, a Las Vegas-i kaszinóinak a weboldalát, és nagyon súlyos károkat okoztak. Ez akkor történt, amikor az Adelson Irán bíráló megjegyzéseket tett nyilvánosan. És hát Iránnak ez a fajta a technológiai fejlettsége, hogy a cyber hadserege, ez vitafeltárt. Ne felejtjük, Iránt is érik cyber akciók, tehát oda-vissza, már csak védekezési reflexből is szükséges fejleszteni ezt a képességét. Tehát az iráni benzinkutak leállása Rajszi alatt, online, egy pillanatra másikra, vagy az iráni dél-perzsa-öbölbeli flotta vezérlőrendszerének a online vezérlőrendszerek a leállása. Ezek nagyon súlyos ugye online akciók voltak, amelyeket nyilván Iránnal nem baráti országok vezéreltek le. De ugye Irán is például Izraelben tört föl oldalakat, ismerkedő oldalakat, vagy orvosi oldalakat, ahol a pácienseknek a betegségeit, adatait szivárogtatták ki, megtámadták az izraeli vízügyi szerveknek az oldalait. Hát ezeket nyilván nem mondják el nekünk mindig, hogy kik hova hatoltak be, de hát itt igazából csak bizonyos hírek a jéghegy csúcsát képviselik, tehát ha csak ezekből az információkból táplálkozunk, az online hadviselés, ez manapság nagyon fontossá vált, és ugye Irán e szempontból
ezt a képességet fejleszti, és már 4 éve is remezgették azt, hogy ilyen chatbotok, fake identity-k avatkoztak be, vagy Iránhoz közel álló álláspontokat próbáltak terjeszteni az amerikai közösségi médiában. De ezt ugye mindenki csinálja, úgyhogy azt hiszem, hogy ebben Irán is, meg más is aktív volt, meg lesz, és marad is a jövőben. Csak elképzelhető, hogy Irán ebben egy picit sikeresebb, mint a többiek, és ezért hallunk erről többet. Ezt nem tudjuk, de szerintem nyilván még ezekről hallani fogunk a jövőben, a következő hónapokban. Ezeknek egyébként az információ szerzés az elsődleges cél, vagy van bármilyen cél? Tehát nyilván mondta, hogy nem cyber szakértő, úgyhogy ezt megértem, ha nem tud erre válaszolni, csak ugye az lenne érdekes látni, hogy mondjuk mik ezek a tevékenységek konkrétan, tehát hogy... A honlap feltörése az egy hozzáférés nyilván adatokhoz. A kiszivárogtatás az pánikkeltést is okozhat, ugye? Egy honlapnak a megbénítása keresztül mondjuk le lehet állítani mondjuk akármilyen elektromos, vagy bármilyen közüzemi szolgáltatást. A közösségi médiában a fake identity-k chatbotok használatával pedig olyan véleményeket lehet felerősíteni, amely mondjuk ezeket a fake identity-ket mozgató ország kívánalma szerint előnyös. Tehát bizonyos például választásokkor aktivizálni, vagy félelmet kereszteni, vagy valamilyen szinten ugye, érzelmeket felfűteni. Ezt oroszoktól kezdve mindenki csinálja. Nyilván Irán esetében is azt láthatjuk, hogy itt egyfelől ugye a Trump stábot is írte támadást, de a Biden stábot is írte támadást. Tehát, hogy mondjam, ebben a kérdésben Irán aktív, és egy fejlett országról van szó. Hát az a tanulság, hogy Iránnak nagyon fejlett a cyber hadserege, és hogyha azt nézzük, hogy az elmúlt napokban vagy hetekben ugye Irán, vagy előtt hónapokban katonailag milyen azért kapott sebeket, tehát a területén öltek meg, vagy követtek el merényleteket, ami Irán korábban azt hangoztatta, hogy a saját területét ugye meg tudja védeni, és hogy tehát a hagyományos, reguláris védekezése, katonai védekezése hanyatlik, vagy legalábbis a presztízsében megtépázódott, lehet, hogy az online hadviselésben próbál kompenzálni. Tehát még akár még ez is ne feledjük, ez egy nehéz kérdés. Iránnak jelen pillanatban azért most ugye nem sok sikerélménye volt a hagyományos reguláris katonaság terén. Nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre állt. Sárközi Miklóssal beszéltünk, iranistával, történésszel, a Károly Gáspár Református Egyetem docensével. Én köszönöm a beszélgetést. Viszont hallásra!